Görmek de öldü. Öğrendim. Görkemenden. Ve gitmek. Eşkettir. Araçtır. Eşkettir. Mikrofon prova.
Egy kettő három négy. Mikrofon próba, 1-2, mikrofon próba. Ha véletlen, aki bírja a hideget, oda is lehet az udvarra, és onnan is lehet egy kicsit hallani. Hát azt, ha látják a hangtól, arra is majd hangot. Egyébként.
Köszönöm. Azok nem van. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim, kedves ügyasszonyok, ünneplő közönség! Nagyon nagy megtiszteltetés ért bennünket, hogy önök ma itt vannak nálunk, és nem azért vannak itt, hogy minket ünnepeljenek, hanem azért vannak itt, hogy Percibáltán köszönjük születést. Minket a Janus Paninus Múzeumot, tényleg az a megtisztelés ért, hogy Percibácsi nálunk dolgozott, és most a múzeum, mint látják, a házigazdája ennek az ünnepi kiállítása. Tehát én akkor röviden a múzeum nevében, Néprajzi Múzeum, Janus Paninus Múzeum nevében, minden egyes dolgozó nevében nagyon nagy tisztelettel köszöntöm önöket, ami nagyon nagy tisztelettel köszöntöm önöket. Kedves Berci bátyám, nagyon boldog születésnapot kívánunk, és én most mindjárt átadnám, én az egyik házigazda vagyok, de a másik házigazda itt van mellettem, a Zoli, és én az egyetem a tanszékvezető urat megkérném, hogy ő is önöket. Köszönöm Istennek, és köszönjük azt, hogy végtelenül szerencség és gazdag életünknek elhetünk. Úgyhogy mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már kulcsnak felvétkorban létezett a tanszéki születésnapját alapítóival együtt tudja ünnepelni minden kapunk között. Szerintem a nagyjából egy tisztelet, hát hogy itt most velünk kezdett a vírus helyzetnek. Jó, de tényleg így egy kicsit. Jó, tehát, hogy az András Orbán tanár úrnak az egészségét óvandó, ő most nincs itt személyesen velünk, de közvetítjük élőben ezt az ünnepséget, tehát meg lehet
túlítani, szerintem egyszerű, két órakor megkezdődött a kiállítás, és fog is hozzánk szólni. Koncertformában már elmondta, hogy mit szeretnének üzenni, de mindenképpen itt lesz. Én nagyon szeretném megköszönni az együttműködő partnereknek, hogy ezt a kiállítást megcsinálhattuk. Igazából azok az intézmények dolgoztak együtt, amelyek András Falki tanár úr életének azt gondolom, hogy a munkásságnak a legfontosabb állomásai voltak. A Szekszárdi Kosinszki Mór megyei, a Pécsi János néprajzi osztálya, a Pécsi Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, illetőleg a Zenetudományi Intézet, amely abban a kitüntetett helyzetben van, hogy megkapta András Falki tanár úr írásos hagyatékát és otthonos díjat, és személyes okokból segítséget. Partnerünk. Én nagyon köszönöm mindenkinek, hogy hordja a maszkot, mert szeretném volna kérni mindenkit, hogy lehetőség szerint a maszk legyen rajtunk. Egy kis pogácsával, kávéval útvaron látjuk vendégül a kedves vendégeket. Igazából én most csak ennyit szerettem volna mondani, nem megnyitó beszédet mondtam, csak szeretném első megnyitókat egy bőrtet ajánlani. Ja, már nem is, Pécsi Tudományi Egyetem. Sokat beszéltem János Tanulőszről. Tehát a Pécsi Tudományi Egyetem Bölcsészet és Társadalom Tudományi Karának a dékánját, hogy szóljon hozzánk. Ő azért nem egy véletlen felkérés, és nem a pozíciójának szól ez a felkérés. Aki ismeri András Falki tanár urat, az biztosan tudja, hogy egy beszélgetőt. Képen. Szeretettel köszöntöm az ünneplő közösséget és elsősorban András Falvi Bertalan professzorát, Berszi bácsi. Igen, ahogy elhangzott, két okból történt a felkérés, és hát a dékánnak elég sok protokolláris felkérése van, és megmondom őszintén, hogy én nem nagyon szeretem a protokolláris eseményeket erről, mivel ez nem az, ezért többször igent mondtam rá. És egyrészt azért, mert valóban és két gondolatot szeretnék csak mondani, lesz majd rendes köszöntő beszél is, én a rendetlenhez tartozom. Az egyiket, mint dékán. Az egyetemnek a lényegéhez tartozik az, hogy a professzorok személyes tudására épül, a professzorok azok, akik azt a tudástőkét képviselik, hogy most ilyen modernről fejezzem ki magamat, ami miatt egyetlen egyetem lehetség. A professzorok között is kiemelkedőek azok, akik iskolateremtő professzorok, és András Falvi Bertalan ilyen. Azért vagyunk itt, és azért jöttünk össze ilyen szép számban, mert az életének tevékenység az egyik területe az ehhez kapcsolódik. Ez egy rendkívül gazdag életmű, ahogyan a kiállításból is lehet látni. Abból a szempontból, ahonnan én ismerem Berszi bácsit, és személyes kapcsolatok vannak, baráti kapcsolatok, ugye, családi kapcsolatok. Láttam sok mindent, ami miatt úgy gondoltam, hogy érdemes egy olyan beszélgető könyv sorozatban vele interjút készíteni, ami megörökíti azt az utat, amit addig bejár, és ami betekintést engedett be a életműbe. Ez, ha jól emlékszem, ez kb. 15 éve történt. Három ilyen könyvet készítettem. Az egyik Kellermeyer Miklós professzorra volt, a másik Varga László püspökkel, aki akkor még nem volt püspök most. Három ilyen állapotás volt. Egy diktafonnal leültünk a néprajzi tanszéken, és két-három ilyen alkalommal kérdéseket tettem föl, és válaszolt, és azért hát ezt az itt jelenlévők tudják igazolni, hogy gyakorlatilag ezen a könyvön nem kérdeztem. Mert Berszi bácsi olyan kerek mondatokat mond, mint ahogyan így. Tehát ez egy hihetetlen élmény volt számomra, hogy egy olyan személyiséggel találkozom, aki teljesen egységtelen az
életünket. Beszélt a politikai tapasztalatairól. Azon sem csodálkozunk, hogy, ez, hogy, hogy, hogy nem töltötte ki a miniszteri ciklusát. Tehát, hogy az nem mindenképpes minden. Erről is beszélt, őszintén teljesen nyíltan. Beszélt az őt motiváló és érdeklő kutatásokról, a néphezgyűjtés, a népzene, azokról a szellemi hatásokról, amelyek őt ért. És beszélt az ő hitéről. Beszélt a családról, arról, hogy egy ökumenikus családról van szó, ahol ez egy külön plusz tanulási folyamat, hogy egy olyan érték, amivel egymást tudják építeni, és amit talán kívülállóknak meglepő, hiszen amikor ismerjük Berszi bácsi előadását, beszél egy nagyon határozott előadó, amikor a kérdésekről, a szolidaritásról beszél, akkoriban ugye fejezte a hétei bizonytalanságokat. És ezért is adtam végül is a könyvnek azt a kicsit talányos címet, hogy hitem legyen. Ezzel kapcsolatban egy záró gondolatként azért puskázok, hogy teljesen fontos legyek, de ismerik valamit mindenki, hogy nagyon sokan az idézetet. Timóteusnak írt második leveléből, amit azt gondolom, hogy Berszi bácsi abszolút neked szólhat, ez neked aktuálisan ez most leginkább neked. Ugye azért ebben a 90 évben beleszédne az ember, akkor ezt itt hallja, ki mondja. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam, készen vár az igazság győzelmi koszot. Azt gondolom, hogy ez a ügyézet kívülhetőbb. Nagyon sokan gondolunk, és köszönjük szépen. Vagy, hogy velünk vagy, és hogy ilyen gazdag életet hoztál. Ezben tiszta forrás. Egyébként muzsikáljunk. Dio favo, orba la pata, paya, para la pata, paya, Ah, la, 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 la,
Én is voltam, minden voltam, lelkattam, világ voltam. Köszönjük szépen. Most pedig megkérem különül elállítást a BTK Néphez Tudomány Intézetének főmunkatársát, hogy szóljon néhány szó. Kedves tanár úr, tisztelt kollégák, kedves együtt ünnepi közönség! A most nyíló kiállítás a hálás tanítványi tiszteletadás rendhagyó formája. Nem egy évfordulós festét, amelyből már van nem egy, amelyben minden szerző inkább kicsit magát és az ünnepelthez való viszonyát mutatja meg. Ez a főhajtás egy olyan összegzés, amely a köszönteni kívánt tanítómestert állítja a figyelem középpontjába. A kiállítás műfaja a szűkebb szakmai körökön kívül másoknak is megközelíthetővé teszi, szélesebb közéleti nyilvánosságot ad a kivételes kutatói életpályának és az alkotója személyiségének, szellemiségének. A kiállítás létrehozó egykori hallgatók mára már kollégák. Professzorukhoz hasonló szerénységgel háttérben maradnak, mégis minden egyes tabló mögött ott van sejthetően, érezhetően a tanítvány, aki már a saját pályáját tudja, ennek tükrében véleményt formál, válogat, kiemel, összefoglal, értékel, úgy, ahogyan ő látja a mesterét, a legnagyobb tisztelet hangján, mégis a saját szubjektumán és szakmai irányultságán keresztül keresve a kapcsolódási pontokat. Egy kiállítás anyagának megalkotásában hónapok fáradtságos munkája van. Követel annyi erőfeszítést, mint egy könyv megírása, megszerkesztése. Éppen ezért nem kívánom cím szerint idézni, recenzálni a tablókat, melyek mindegyike egy-egy kis tanulmány, és csak zárójelben jelzem, így módon el is tér a megszokott kiállítás műfajától, mert a szövegek hosszabbak, alaposabb elmélyülést, udaszánást kívánnak a látogatótól. Engedjék meg, hogy én is csatlakozzam a kiállítás kurátoraihoz a magam tablójával. Beszéljek arról, hogy nekem mit jelentett András Falvi tanár úr személye és munkássága. Ha ebben a képben, amit az emlékeim, benyomásaim alapján próbálok felidézni, én is felsejlek, az csak az utólag felismert véletlen összeesések, találkozási pontok miatt van, amelyben az én személyem lényegtelen. Határozottan emlékszem a heuréka-szerű felfedezés izgalmára, amikor 1981 táján másodéves egyetemista koromban egy a földművelési rendszerek történeti kérdéseivel foglalkozó dolgozatra készülve, az MTA kézirattárában kezembe akadt András Falvi Bertalan kandidátusi disszertációja a Dunamente ártéri gazdálkodásáról. Ez 10 évvel a kandidatúrájának megvédése után volt. Annyira lenyűgözött az átütő felfedezés, a munka izgalmas kérdésfelvetése, megközelítése és komplex szemléletmódja, hogy nem tudtam letenni, az első betűtől az utolsóig végigolvastam, és egy életre szóló élményt adott bennem. Ezzel nem csak én voltam így.
Azóta tudjuk, hogy a tanár úr felfedezés értékű munkájából, holisztikus tájszemléletéből, az embert a középpontba állító empatikus megközelítéséből egy egész történeti iskola szökken szárba. Forgatták, tanultak és tanulnak belőle nem csak a néprajzkutatók, hanem a középkorász régészek, történészek, ökológusok, etnobiológusok. Mindaz, amit András Kardi Bertalan a foggazdálkodásról, az egykorból sárközi ember tájat kímélő és a közösséget gazdagító harmonikus tájhasználatáról tud, bizonyítják már ásatások, bekerült a történész köztudatba, egyetemi és középiskolai tananyag lett belőle. Ugyanígy 1981 táján én is azok között a hallgatók között voltam, akik bekapcsolódtak az EGRI Múzeum nagy palóc kutatásába és kérdőívekkel, össze a palóc társadalom kutatásához tanár úr és Csalók Zsolt által írt útmutatóval, vezetővel a kezünkben nem csak Nógrád és Heves falvait jártuk, hanem a szakma fogásait is tanulgattuk, és kezdtük megtapasztalni azt a sokunkat pályára állító, meghatározó és elkötelező élményt, amit a terepmunka szépsége, emberközelisége ad. És kezdtük felismerni azt, hogy a kultúrának bármely jelensége csak a tágabb társadalmi kontextusában, az őt létrehozó közösség teljesen megértésének a tükrében értelmezhető, illetve érdemes értelmezni. Ez az élmény felismerés indított el, ösztönzött engem is a szakdolgozati, később doktori munkám terepén kazár megismerésében. Ugyanez időtájt másodéves koromban ért az a megtiszteltetés, hogy Folyt Vilmos professzor ajánlásának köszönhetően Fél Edit tanítványává válhattam. Én is ott tanulhattam Fél Edit lakásán a nagypolgári íróasztala mellé helyezett kis asztaltánál, ahol tanítványok sora fordult meg, és hihetetlen intenzív szellemi izgalomban tárgyaltuk meg a nagy elődök munkáit, a terepmunka élményeket, tanulhattam szakmát, munkaetikát, tudomány iránti elkötelezettséget, emberi tartást. És hallottam a régi tanítványokról. Mint egy kis titkos szellemi páholyba, olyan volt a körbe belépni, tudtunk egymásról. Én legalábbis hallottam Fél Editet mesélni a korábbiakról. Fél Edit kevés emberről beszélt olyan nagy szeretettel és megbecsüléssel, mint hadd mondjam így az ő szavával, Perciről. A mélyen vallásos, az életét a protestáns etika szellemében élő Fél Edit nem csak a kutató, hanem az ember is nagyra tartotta András Kardiban. Sokakat, kollégákat, pályatársakat szigorúan, a hibáikkal együtt ítélt meg, de András Kardiról mindig csillogó szemmel, belső örömmel mesélt, nem egyszer mondta, ő egy tiszta ember, a legkedvesebb tanítványa volt. Még akkor is szinte suttogva mondta el, Berci ott állt 56-ban a Kossuth téren, amikor a mezőgazdasági minisztérium tetejéről eldörbültek a lövések. Mondta ezt az a Fél Edit, akinek a lakására menekültek föl a csillagszedők, a vörös csillagot leverő fiatalok. Aki 56 után a svájci kapcsolatai mentén a Vörös Kereszt mentőakciójának irodája volt, és aki nyugatra utaztában a gyönyörűen fésült, mindig net frizurájában, a kontyába tekerve csempészett át kis papírtekercseket, üzeneteket a határon, saját életét és egzisztenciáját veszélyeztetve, a humánum mindennél nagyobb szent kötelességének engedelmeskedve. Én ezt már tudtam, amikor szerencsém volt az ELTE néprajzi tanszékén András Kardi Bertalan szemináriumát hallgatni a Dunántúl titkos történetéről, amiről mástól nem nagyon hallgathatunk. A török dúlás utáni tájról és népéről, a Rácz-Dunántúról, a kuruckor népirtásáról, az etnikailag sokszínű Tolna Baranyáról, a népek együttéléséről, és arról, hogy milyen, amikor egy népnek egészséges vagy beteg az önbecsülése. Sosem felejtem el azt a megvilágító gondolatát, hogy mit jelent az, mi a társadalom pszichológiája annak, amikor egy nép meghasonlít önmagával, és már nem a saját antropológiai típusát látja szépnek,
amikor a kis barna csángó ideája a szőke német lesz. Egyetemistaként hallgattam előadását a Káli medence változás vizsgálatáról Fővágóőrsön, Békés Csabán a nemzetiségek néprajzi kutatásának módszertani kérdéseiről. Andrásfalvi Bertalan 1985-ben lett az MTA néprajzi kutatócsoportjának munkatársa. Én abban az évben kerültem oda doktori ösztöndíjasként, 85 és 89 között, amíg tanár úr az intézetben dolgozott, a sors úgy hozta, hogy én az ő terepeit jártam. Nem volt ebben szándékosság, a véletlen műve volt, de ugyanazon a tájon kalandoztam. Sok időt töltöttem Siolgárdon. A kiállítás egy 20 évvel korábbi képén fel is ismertem egy adatközlőmet, kedves házigazdámat. De jártam Madocsán, Bogyiszlón, a Sárközben, elkalandoztam Csibrád, Dózsa, Kapus, Tümente felé, Pécsváradra, Mecseknádasra, hosszú hetménybe sorolhatnám már, még tovább Ézengőrvárponyba, az általa olyan nagyon tisztelt Fülep Lajos gyülekezetébe. És valahogy úgy alakult, hogy a Szekszárdi Pécsi Múzeumban tanárőr gyűjtéseit olvastam, az adattárban, és magammal vittem tanárőr munkáit a Dél-Dunántúl viseleteinek kérdéséről, a regionalitás, a táji csoportok körbehatárolásáról, Sárköz öltözködés, hímzés és szőkes kultúrájáról, a bukovinai székelyekről, Váralja népművészetéről, a kiterjesztett református Sárközről, ami miatt átlátogattam a Duna túloldalára, Érsekcsanádra és Szelemlére, ahol az ő nyomán megértettem, hogy az egykori Duna, a fokok, a vízjárta területe, a Duna árterülete, azaz azt ismerőknek nem elválasztó vonal, hanem összekötő kapocskor. Ő a nagy generáció tagja, akiktől mi tanulhattunk népművészetről, alkotó emberről, alkotó közösségekről, emberi sorsoktól. Andrásfalvi mellettel említsem Csilléri Klárát, Pressz Máriát és a nagy pályatársat és barátot, Martin György Szinkát, akit nem csak a szemináriumi teremből ismertem, hanem a Bartók Együttes próbaterméből is, amelynek tagja voltam. Mi akkor elindultunk az Erdély járásainkra, a Ceausescu korszak legsötétebb idején, a tanárúrral fényjelezhető elődek nyomdokain. A hajnali háromkor Kolozsvárra beérkező Orient Expressről leszállva, körülbelül ötig eltöltöttük valahogy az időt a mocskos pályaudvaron, és aztán irány Kallózoli bácsi Móri Csigmond utcai háza. 17 körül már meg lehetett érkezni hozzá. Vilma nénitől mindig kaptunk egy meleg teát, és aztán Zoli bácsi, minden tudás őrzője, elindított minket, menjünk ki Mérába, Vistára, most Palackán, Széken, vagy Magyarországon lakodalom, Dimesben katona búcsúztató. Vagy Zoli bácsi csatlakozott hozzánk, és vitt minket Bonzigára, válaszútra buszába, a mezőségi cuppanossárba, mindig oda, ahol éppen lehetett zenét hallgatni, táncot látni. Egy pillanatra kinézek a szövegből, és Havasréti Palcsira nézek össze vele a bőgőbögött, a képazenekar alapító tagjára, aki csak tudja és érzi, hogy miről szólt ez az időszak. Erdély és a falujárás elkötelező élménye minket is hasonlóképp magával sodort. Mi nem voltunk olyan bősek és céltudatosak, mint tanár úr, mint Inka, Zoli bácsi, Pesovár Ferenc. Mi fiatalok voltunk, táncolni akartunk, a megtapasztalás lelkesedésével vetettük bele magunkat az eseményekbe. Nem volt időnk arra, hogy fényképezőgépet kattintsunk, jegyzeteket írjunk, amit a határon úgy is elvettek volna. De ahogy a táncfilmeket nézem a kiállításon, ott a háttérben felfeltűnik a fiatal Andrásfalvi Bertalan alakja, amint a magnetofont bekapcsolja, amint jegyzetel. Felbecsülhetetlen értéke van annak, hogy úgy, mint itthon, a TS szervezés és kulápozás legmegnyomorítóbb tragikus korszakában őt táncra bírták, darra fakasztották, megmuzsikáltatták az embereket a Ceausescu időszak retorzív korszakában, amikor a magyarországiak házigazdáit a Securitate folyton zaklattak. Andrásfalvitól, Tinkától, Tímártól, Kallóstól tanultunk, hogy nem elég lelkesen részt venni a mozgalomban, nem csak kapni kell, hanem adni is. Valamit vissza, abból a rengeteg tartásból és emberségből a befogadó helyi közösségnek,
a népművészeti mozgalomnak és a tágabb családnak, a nemzetnek. A kutató nem válhat szobatudossá, nem bújhat el az íróasztala mögött, ki kell lépni, olyan tetre kész munkás szerepeket is vállalni kell, ami áldozatvállalással és felelősségvállalással jár. András Falvi tanár úr észrevette azt a gyermeket, aki a kiállítás táncfilmjének az elején feltűnik, aki a háttérből figyelve ugrál, szögdécsel, figyeli önkéntelenül is próbálja ellesni apjának, nagyapjának táncmozdulatait. A totyogó kislányra, aki a zuponykája szoknyáját csípőretett kézzel ringatja, az iskolaudvar nyüzsgésében forgó sörgő lánykákra és agykirály katonát játszó fiúcskákra. Meg kell írni, megírja az oktatási programokat, útmutatókat fiataloknak, nevelőknek, szakkörvezetőknek. Zsűrizni kell, meg kell jelentetni a publicisztikákat a hagyományőrzőkről, a fesztiválokról, beszélgetni a hozzáfordulókkal. Szól mindazokhoz, akiknek fontos a hagyomány jövője, akik példát akarnak meríteni az elmúló paraszti világ emberének tudásából, autonóm függetlenségéből, teljes világképéből, és az azt mutató tudós etikus elkötelezettségéből ahhoz, hogy maguk is egyenes derékkal, önmagukban megerősödve a kritikus gondolkodás birtokában tudjanak átlátni csapdákon, és tudják megteremteni a szellemi függetlenséget, a túlélés stratégiáját és erejét, hogy alagutakat tudjanak fúrni a hóban, milliónyi egymást kereső utat, hogy átmentsék az értékközponti világot a jövő számára. Idézve Farkas Árpádnak 1978-ban a Tisztatájban megjelent versének sorai. A Tisztatáj 1974-es számában megjelent egy rovat népművészet és közművelődés címmel, benne válaszolnak Kósa László, Bargyas Lajos, Martin György, Maros Júlia, Pálint Sándor és még mások. Az interjúban Budai Ilona kérdez, András Falvi Bertalan válaszol. Ez két évvel azt követően történik, hogy megrendezik az első táncszázad Budapesten, és egy évvel azután, hogy ugyancsak a Tiszatáj lehozza András Falvi Bertalan egyéb korszakalkotó cikkét, az ellentétes értékrendek összeütközése és a polgárosodás. Mindössze 5-6 oldal, mégis lefordítják idegen nyelvekre. Kevés tömörebb és eszenciálisabb tanulmány van, ami közelebb visz a kultúrát létrehozó paraszti közösség gondolkodásának, motivációjának, világlátásának, értékrendjének megismeréséhez. Megkerülhetetlen alapmű a népművészet kutató számára. Hadd búcsúzzam én is zárszóként tanár úr szavaival, mert méltatlan szolgaként a szavai megbotlanak és dadognak ahhoz képest, ahogy tanár úr kerekgyöngy szemekké formálva gurítja elé gondolatait. A néprajzhoz két út vezet. Az egyik a népművészet titokzatos szépségének vonzása, a másik az az igény, hogy az ember meg akarja ismerni azt a népet, melynek fia lett, gondjával, bajával, erényeivel és hibáival. Minden egyéniség érvényesülhet, ha minden erejével a legjobbat akarja nyújtani. Őszinte igyekezetével, mondhatnám, alázatával. Mi is az az egyéniség? Annak felismerése, hogy mi az a szeret, melyet csak én tudok betölteni azzal, hogy önmagamat őszintén eszméim szolgálatába állítom. Köszönjük tanár úr mindazt a gondolatot, ami tetté válik, a példát, amit kaptunk a nemzedékünk és a jövő nemzedékünk. Isten éltesse jó egészségben, szeretetben sokáig. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük, és nagyon köszönöm különül a lelkesnek, nem csak, hogy nagyon pontos és precíz bemutatását a Bastogi Tanár úr munkásságáról, hanem hozzám értően nagyon emberi köszöntőjét is. Nekem is elhangzott, hogy a Bastogi Tanár úr számára a tudományosságon, a tudományosság a szakma mellett legalább annyira fontos volt, hogy vissza is fordítja azt a tudásanyagot, amit ő megszerzett, tehát az ő számára a néprajz az legalább annyira volt szakma, tudományunk, amennyire hozzalom is volt. És a következő megnyitó előadásra éppen ezért szeretném néptáncmozgalomra megismertek alapját segíteni, hogy a segítségét megkérni arra, hogy ő is mondjon néhány szót a néptáncmozgalomra. Szeretettel köszöntök mindenkit. Egyből a csapatban, amelyik a magyarországi riványban mozgalmat elindított, egyre kevesebben vagyunk már. Már a mi generációnk fogyatkozik, de mi még el tudjuk mesélni azt a nagy élményt, amit ennek a csodálatos hagyom ennek a felfedezése és a tovább értetése jelentett számunkra, és amely több generáció munkája tett lehetővé számunkra. Mert tudom, hogy az Magyarországon nem annyira divat, de ebben a tudományágban most már 100-150 éve nagyon koncepciós munka folyik, hogy a hagyományt feltárják, és különféle célokra hasznosítják. Ezek vajon valóban változtak az évszázad folyamán. Vikár Béla még a magyar költőket akarta kioktatni a szép kültött szövegekkel. Kodály és Bartók kértek rá arra útra, aminek a végcélja az, hogy ez a hasznos mindennapi zene a jobbágyok köréből bekerüljön az értelmiség tudatában és használatba vételébe. És ez az irányzat, amihez András Kapitány csatlakozott, Martin Györgyel, Pesovár testvérekkel. A mi számunkra, akikkel építészként fogyasztott fel ebbe az egész játékba, és tulajdonképpen csak a kollégiumban csajozás szándékából vettünk a kezébe a gitárt, nagyon nagy segítséget jelentett, hogy hirtelenébe hozzájutott. Ma már el kell mesélni, mert ez már nekem is hihetetlen, hogy nem lehetett hozzáférni ilyen néprajzokhoz. Mikor a aprilkomi nemzetközi diáktáborban mi a Halvas Bélával elszégyeltük magunkat, hogy mindenki tudott énekelni, a szerbek, a németek, a lengyelek, mindenki énekelt a népdalait. Mi ott csúnyítottunk, és hát akkor már meglévő József Attila a dalának játszottuk, hogy megkérdezték tőlünk, hogy ezek magyar miért dolog, hát eleget. És akkor elkezdtünk kutakodni, keresni a magyar miért dolog, hogy ne szégyenüljünk meg így. Akkor a Néprajzi Múzeumban azt mondták nekem, hogy minek van magának, hiszen nincs is hozzá végzettség. Innen kezdtünk. Akkor eljutottunk Martin Györgyhöz, ennek a csapatnak az egyik vezér egyéniségéhez,
aki szó nélkül előrámadta nekünk akkor már meglévő filmjeiket, hangfelvételéket, valós anyagát már átkerült már Budapestre, és így mondotta, tessék, tanuljátok, nézzük. Amikor megmondtuk, hogy hát meg is tanulnál szívesen, nagyon szép ez a zene, akkor igen, de tanuljátok meg rendesen, különben nem fogjátok élni. Ezen az úton indultunk el, hamarosan beláttuk, hogy ezzel csak úgy vacakolni nem lehet, ezt vagy rendesen megtanulja az ember, vagy pedig kár vele foglalkozni. Úgyhogy neki láttam én is például megtanulni brácsázni, mert én csak gitározni tudtam meg csellózni. A három óra zónácsát fel kellett szerelni, meg kell tanulni, és neki láttuk a széki zenét. Most ezt is értelmes tudni, hogy a széki zenét már Bajka László felfedezte a 40-es évek elején, és nagyon szép felvétel készítettem a rádióba, de még Perci bácsi is azt mesélte, hogy a háború után próbáltak táncolni erre a zenére, de nem is vették a széki zenét. Úgyhogy az ő csapatuk volt az, amelyik azt mondta, hogy Erdélyben még működnek a dolgok, mit néz ki. Hát megyünk, lefilmezzük, megtanuljuk, és mindenkinek meg. Na most akkor felteszem a kérdést, ki fedezte fel a táncát? Hát ő csak kellettünk hozzá, mi akkor is fiatalok, akikkel csatlakozunk, és komolyan veszük, és bizony a táncok megtanulása az elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy a zenét meg tudjuk tanulni. Ez a tánc zene nélkül nem tudja. Nemrégiben mesélték nekem, hogy Podoba zenekar, a híres falatkai zenekar filmálta kint volt Amerikában, és ott megkérték, hogy játszol meg egy falatkai táncot. Ezen emberedő. Akkor a Florin elkezdte muzsikálni, és egy 6-7 év után abban. Mi van, Florin, már miért vagy abban? Hát nem táncol senki, mert nekünk sikert. Szóval ők még abban az állapotban voltak, hogy ez nem egy látványosság, hogy muzsikál, úgy értek rajtam, hogy játszom, az a játszom, hogy táncoljon. Tehát ez a mély összetűzés, ami talán a zene között mindig is megvolt, ez ebben a hagyomány részben még tanulmányozható volt, és a magyar revival mozgalomnak ez egy nagyon nagy szerencséje volt, hogy volt egy 4-5 esetleg 6 év, amikor még bele tudtam látni ebbe a hagyományba, és élményeket tudtam szerezni. Most ennek a úttörői, talózoltát nem is említettem, aki minden, mindannyiunkat vezették, az András Pavényékat is, bennünket is, mert Romániában nem lehetett csak úgy jönni, mert falvak között, már egy nyugszörgyeknek, hogy kellett azt, hogy talós megmondja, hogy a rokonáig. És szóltak neki mindent. Nos hát, az anya szépsége annyira legyőző volt, és Budapesten úgy gondolom, hogy azért tudtuk vele sikert alakni, mert teljesen ismeret. Nem volt elcsépelve, nem volt elhasználva. Rockzené generációnak kicsit hasonlított is az a érdessége, az objektivitásra. Barkok is mondott a magyar kintenéről. Szóval egyszerre volt végig, és egyszerre volt ki. Úgyhogy ez a ismerkedés Budapestek számára vonzott minden más egyedet. Az is, ami ehhez az egész kultúrához nem mint egy nyelv. Annak vannak szavaiban grammatikája. Az, hogy az ember megtanul egy nyelvet, hát az gyerekkorban természetesen tudik. De persze nem mindenki lesz költő. Viszont olyan költő nincs, aki a nyelven tette. Úgyhogy szépet mondani, és valamit ezzel kifejezni, hamarosan rájöttünk, pontosan a András Kavik és Martin György példájára, ez csak a vidékre járással, oda a közösségbe való megmerítéssel lehetett elérni, és ott kapcsoltunk aztán hirtelenére, hogy nem színpadon muzsikálnak a közönségnek. Ez nem egy produkció, hanem ez egy nyelv, amivel egymásnak fizetik a dalokat,
azokat gyerekkorukban tanulják meg. Sok-sok dallamot, sok szöveget, és aztán mindenki maga rakja össze a maga verzióját, amivel üzenni tud a többieknek, csak tudja fejezni a saját feszültségeit, bánatát, örömét egyaránt. Nem pszichológushoz kellett járni, hanem össze kellett rakni egy jó notát, eltett éneket, és ezt a legkönnyebb tudja. És aki megtanulja ezt az eszköz rendszer, amivel meg tudja könnyíteni magát, az nem lesz bolondvános ilyen. Ez az első nagy tanulság. Másik pedig, hogy a táncban, ami egy európai csúcs teljesítmény tulajdonképpen, akkor egy páros tánc, egy európai tánc történet fejlődése a legtetején, ahol egy emberpár gyakorlatilag kiszik a gyerek és kisegyek. A pár választat, mint ez egy végigözött, akik a táncban összepattantak egymással, azok általában egy életen keresztül kitartottak. Aki, ahogy mostanában a netről, vagy egyetemi potenciál, hogy valaki mellé elveszik, akkor három év múlva elválik tőle. De ez nem még következik. És ez nem is következik. Azt hiszem, hogy kapcsolatokat, ismerkedés, párválasztás, családalapítás, ezek nem mennek ki a tőle. Vagy ha igen, akkor nagyon nagy baj. És ez a kis közösség, amiben forgolódtunk, és ahhoz a zenét számot használták, ez példát mutatott nekünk arra, hogy a közösség, hogy odafigyelnek egymásra, nem azt mondják a gyerekeknek, illetve nem azt mondják, hogy a gyereknek nem szabad nemet mondani. Hát én ilyen örültséget én nem hallottam. Nem szabad nem. A valósi ember, ez a közösség, amit láttunk, ennek az az ideológiájuk, hogy a gyereket meg kell mindarra tanítani, amit mi tudunk, aztán jön. Nem pedig fordítva. Tehát még a kutyámat is megtanítom, hogy ne lépje le a járdáról parancs nélkül, mert elüti az autó. De a falusiak ebben nem. Néhány. Egyszerűen odafigyeltek egymást, minden. Pontosan tudta, hogy ez, amit élnek, az mindannyiunk felelősség. Következő generáció tudása is. Nem volt gyerekkultúra. Gyerek. A gyerekkultúra van olyasmi találni ki a gyereknek, hogy ami az ő. Nem volt gyerek. Arra tanították meg, hogy felnőttek szüksége volt. Minden. A gyerekkultúrában tölnek a gyereket, aztán rá lehet meredni 20 éves korunkba, hogy édes kisfiám, milyen ilyen vagy, semmit nem tudom, amit felnőttek. Vörös Sándor sokszor interjú volt meg, hogy ugye nagyon szeretnék gyereket, képes. A Vörös Sándor között hogy a macskáját szereti, és hogy a gyerekeknek nem kell külön verseket írni, mert azok csak kicsik, nem pedig külön. Most ez teljesen egybevág azokkal a tapasztalatokkal is, amit Perci bácsi is hangoztatott egész életet, amit a falakra is írva is látok. Ezek természetes dolgok, és igenis annak, vannak a történetek olyan helyzetek, amik nem múlnak el. Vannak divatok, amik elmúlnak, persze. A viseletek, ez is az is már. Mindenféle történetek. De a legalapvetőbb dolgok, emberi életünk, azok a szabályainak. És ebben az a kultúra nagyon példát tudott adni. Én megkérdeztem ebben egy idős érdekes asszonyt, akitől körülbelül 1200-dal tartott ki a gyűjtők. A Rózsini, hogy verték magukat ezt a dolgot? Hoppa, mert? Hogy? Hogy állt a megtartott? Hát én a gyerekemnek a kötelező verset, amit tudom, hogy érte. Mert Rózsini rám nézett, és azt felé. Az énekli is azt gyújt. És a zene, és a tánc. Rendbe teszi a zavarosságát, életünket, boldogabb emberét teszünket, és én nem hiszem, hogy a boldogság kívül az igaz. És ezt megköszönhetjük az elődeinknek, és a tétel mindenek, amit a tervezetek. Thank you.
Most már elég, hogy a kiskutyák tanítják, illetve a nagykutyát. Úgyhogy én szeretném, hogyha most lejátszhatnánk azt a videót, amit András Valdi tanárról a kiállítás megnézése után. András Valdi tanárról a betűnkkel a kiállítás megnézése után. És most ő tanár, hogy a tanár. Azt kérem, hogy a kis folyosok azt legyenek. Köszönöm ezt a kiállítást, nem tudok más mondani, hogy nagyon köszönöm. Mert az én életemben, amit kitűztem, hogy megvalósítsak, az szinte semmi sem. De az sikerült, hogy azt csináltam, amit akartam csinálni. Hát az a hadvezér, aki elveszik a csatát, az nem biztos, hogy tényem. Ha megszökik, nem folytatja a küzdelmet, az tényem. Sok minden nem sikerült, minden. Úgy gondoltam, hogy hatalmam van, miniszter voltam, hogy tovább. Semmi sem sikerült. De most ezt a kiállítást végignézem, azt mondhatom, hogy sikerült mégis embereket megtólítani, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én. Ez egy nagyon nagy ajándék, hogy az ember találkozik azokkal, akiket érez. Egy gondolat. Meggyőződésem, hogy a néphagyomány jövő tudomány olyan tapasztalat gyűjtemény, amit most fel kéne használni ahhoz, hogy egyáltalán nem csak az emberi súly, hanem ez a föld is megmarad. Természettel való együttműködésnek a tudományát gyakorolták, és azért maradtak meg a népek. Most elpusztítjuk, és akkor állandóan beszélünk a klímaváltozásról, de tulajdonképpen nem tudunk. Semmit sem. Azért, hogy olyan gazdálkodás, együttműködő gazdálkodás a természetben, amilyen volt, mint a például Magyarországon körülbelül 18. században. De más területen is, az emberi kapcsolat területén is. A népi társadalomban, hagyományos társadalomban nincs külön művész, előadó, költő, színész, zenész, festőművész. A művészet mindenki, mindenki megtanulja az édesanyjától kezdve fokozatosan az emberi kapcsolat kiépítéséhez, működtetéséhez, átadáshoz a szeretet nevében művészetkel. Művészet élet szüksége, és ezt vissza kell hozni. Ezért akartam, harcoltam azért, hogy a művészeti oktatás és a néphagyomány oktatása kerüljen be
iskolákban, mert nincs már az a közeg, az a társadalom, amely át tudja adni ezt a tudást, már az öregek is már anélkül. A művészetek, a művészet szereteti és gyakorlását, a művészet lényege nem az, hogy megnézek egy kártyát, hogy hallottuk egy hangverset, nem az a lényege, hogy én zenélek, hogy én muzsikálok, hogy én táncolok. A világot maga szemével nézve elsajátítsam, meg belássam a maga egy életét is, hova való vagyok. Én vagyok a világon. Ez a művészet lényege, és ez olyan fontos, mint az étkezés, mint a ruházat, mint a lakás, és tovább. Erről elfeledkezünk, és ezért pusztult, az egész emberiség pusztult, kivéve még ott, ahol még a hagyomány, ugye a nagy szegénység uralkodik, a hagyomány szegénység. Még mindig túl szaporodik az ember. De ott, ahol a legműveltebbek, a legnagyobb iskolázás, a legnagyobb gyári karak, ott pusztulnak, ott aliba, már nincs alig támogatás. Azért kell beengedni a külföldieket, mert már nincs munkaerőnek, profitot meg kell. Ezért a néprajz és ez a kiállítás is, amely megpróbálja, és nagyon sikeresen, szinte megható módon közvetíteni ezeket a gondolatokat, nem az egy saját gondolatom, az egy gondolkodás, ami az egész világon jelen van, csak nincs hatalmunk, nincs szolgatás. Lehetőséget. Ez a kiáltás erőszak. Tehát tanít. És abban reménykedem, hogy mit el akartam érni, hogy az anya a gyermek közti kapcsolat, és újra megjelen a művészet. A bölcsőt, a gyerekjáték, a házasodni kicsülöknek a ismerkedése, a táncot. Mi együtt énekünk, a bánatok kimondása, a költészet erejében és alatt, és ahogy egymással viselkedik, ahogyan segít azt, aki rászorul az újszülöttel, az édesanyjára. Megszervezték az egészet, nem volt a fogban, még szegény sem, mert nem volt olyan lakodalom, vagy olyan tor, vagy olyan egyház ünnep, ami a ünnepi étkezés nehéz látóra, meg egyedülálló szegényeket utoljára. Mi ezt még tapasztaltam, még engem is beszólítottak annak idején Orbánból az utó. Arra jártam, és a frisse hangból sírnálottát a zsőzőket megkínáltam. És ezt tapasztaltam, hogy ide felett. Mozdulj Csándor társadalmi ember. Vagyis még megérhettem sok mindent, amit ma már senki nem érhettem. De ezt még kell tanítani. Ezeket föl kell elevenni, mint hogy az anyanyám sem örökölhető, mint a karcolások vagy a egyéb külső jelek. Tanítani. Ezt a művészetet tanítani kell, hogy kifejezhessem magát. Együtt éneklésre megtalálja a teremtő körülményt, mert vagy nem az ember, vagy él úgy, vagy gond, és a népi művészet olyan könnyen elsajátítható, és élvezettel elsajátítható eszközt ad a gyereket a kezébe, hogy megváltoztatja. Magam is tapasztalt gyereket. Házakban, bölcsődékben, gyermekotthonokban, hogy még most is óriási hatalmakra lehet. Tehát át kéne vinni, általánosan kéne tenni, újra visszaállítani a kisiskolákat, hogy legyen olyan légkör, olyan közösség, ami tovább tudja adni, és a légfontosság szükség. András, amit eltanultam el, hogy ebből a
megtulálásából is látszott egy teljes homogén világot teremtett, amit ezen a ebben a kiállításban a népi visszatartásain keresztül szeretnénk bemutatni. Szeretettel invitálok mindenkit, hogy fáradjon be András Tóthi Bertalan királyát, kérek szépen mindenkit, hogy a jobb csapokban van egy tasztalat, ahhoz megmentés. Itt a van egy gondolat, hogy a csapanul is, hogy boldog születésnek, hogy legyen a történet, hogy a kisítelet. Rajtuk, hogy el tudjuk nézni, hogy valaki esetleg szeretni, hogy a kúrjánkban keresenek mindenkit, online lehetőség. De ami az igazi lényeg, hogy szeretettel mindenkit hallottak ebbe a kiállításba, megnyitom, és szeretettel, nagy szeretettel köszönöm.